Hogy miért ne vegyél ilyen motort? Ez egy KTM. Sziasztok, Henzsel Csaba vagyok. Köszönöm szépen, hogyha feliratkoztok. Ebben a videóban most itt a KTM Super Duke 1290-es GT változatról fogok néhány mondatot beszélni. A felvételt megelőzően néhány nappal korábban próbáltam ki Kecskeméten egy tesztnap elejéig. Ott 20 km körüli távolságot tettem meg a motorral, és feltettem a kérdést gondolatébresztőként a videómban, hogy ha kicsit bővebb információkra vagy több tapasztalatra vagytok kíváncsiak, akkor hogy szeretnétek-e megismerni. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, ezúton is köszönöm szépen, és megadatott a lehetőség, hogy elhozzam egy néhány napra. Eddig a pillanatig több mint 300 km tettem meg vele, van már némi tapasztalatom róla. Furcsa lesz az egész, azt fogom ebben a videóban elmondani, hogy miért ne vedd meg ezt a motort. Remélem poénként fogjátok ezt felfogni, és tetszeni fog. Visszajelzéseket természetesen várom. Jelen esetünkben ez a motor egy 2021-es évjáratú színkombinációjáról, ez könnyen felismerhető. A műszerfala szintén mutatja, hogy nem a legfrissebb modellről beszélünk, de ezek csak ilyen lényegtelen apróságok ahhoz képest, ami a motor önmagában, összességében mutat számunkra. Miért nem szabad megvenni? Egy V motorról beszélünk, annak minden előnyével és hátrányával. Folyamatosan dolgozik alattunk, minden rezdülését érezzük, mint ahogy korábban is mondtam. A sport kipufogó, ez az Akrapovics rendszer, ez nagyon jól teszi a dolgát. Minden pillanatban hallható a gyors váltója. Olyan tökéletesen működik, amit én még bár olyan túlságosan nagy referenciával nem rendelkezek. Nagyon pozitív benyomásokat szereztem róla. Van rajta egy gyári bukócső. Ez plusz felszereltséget jelent, a dobozok szintén nem az alapfelszereltségét képezik, de igazából nagyon jók. Be fogom majd vágni a felvételt. Az én extrém méretű sisakom, simléder nélkül, éppen-éppen, de belefér. Az ülés pozícióját megnézzük. Kicsit pipiskedve érem el a talajt, 835 mm-es ülés magasságról beszélünk. A térdeinkről egész jól leveszi a szelet, erről is természetesen említést tettem. Viszont középtámasz nincsen, már pedig egy ilyen túrasport motornál, és itt inkább a sportra van a hangsúly fektetve, mint a túrázásra, azért jó lenne, de a kipufogónak a
nagy dobja az feltételezem nem teszi a konstrukció lehetővé, hogy egy középállvánnyal fel lehessen szerelni. Az előző videómban rövid bemutatóban beszéltem a szélvédelemről, azt mondtam, hogy ezen lehetne még dolgozni. Igazából olyan nagyon nem is kell. 130 vagy 130 pluszos tempónál, ahogy kipróbáljuk, ahogy haladtam én is a motorral, ha felső állásban van a menetszél, vagy a szélterelő, akkor az már ott zavaró örvényeket kelt a sisak magasságában. A szélzaj szempontjából nagyon nem jó. Viszont alsó állásban megkapjuk, amikor a tetrekészülés pozíció kicsit előre dőlt felső testtel, pontosan megtámasztja a mellkasunkat, és így igazából olyan kényelmes lehet a motor, hogy én ekkora tempót leszállás nélkül még nem tettem meg, és akkor is üzemanyagot kellett vételezzek, és igazából nem akartam róla leszállni, mert nagyon pozitív benyomásokat tett rám a hosszú úton nagy sebességgel történő haladás. Természetesen mindenből megkapta a legjobbakat. A futómű, a fék, hogy ez milyen átmérőjű, hány dugattyús, mit tud, hány kilogramm és a többi, ezeket természetesen ki lehet googlizni. Ami kevésbé tetszik rajta, hogy például az irányjelző itt egy áldozatot hoztak a design oltárán. Adott az 1200 köbcentis V2-es blokkból 177 lóerő teljesítmény. Ez önmagába véve nagyon sokat mond, egy tiszteletre méltó számadat. Az, hogy hogy emeli az első kerekét, még egy nagyobb sebességnél is, arról természetesen hosszan mások jobban tudnak beszélni, illetve nagyon komoly videókat tudnak róla készíteni, tőlem ilyet ne várjatok. Olyan szintű teljesítménnyel van dolgunk, ami egy egyszerű motorosnak nagyon nehezen felfogható, de mégis könnyen uralható adott esetben. Igazándiból kihegyezett tempónál nagyon szépen jön ki. Az első futómű korábbi évjáratokhoz képest más nagyon sokat finomodott, természetesen állítható menetprogramokkal van ellátva. Én az esetek 90%-a road üzemmódban használtam, tehát normál országúti tempó mellett, és abban a megoldásban nagyon-nagyon jól teszi azt, amit elvárhatunk tőle. Hogy miért ne vegyél ilyen motort? Ez egy KTM. Nem egy BMW. Amikor megállsz egy alpesi parkolóban, egy hegyi szerpentinen, 10-ből 8 egyforma. Nincs is azzal semmi baj. Ez egy relatíve különlegesség. Ezzel a kialakítással, ezzel a teljesítménnyel, ezzel a hanggal, ezzel a dinamikával, igazából ezzel a párosítással máshol nem találkozol. Megvan a maga bája, a varázsa. A ledek által kibocsájtott hőt itt az elvezetésnél képes hűteni. Élettartam szempontjából nagyon nem mindegy.
Ahogy az egész videót elkezdtem, miért ne vegyél egy ilyen motort? Nem túramotor, nem sportmotor. Túrasportnak sem mondanám, azokat a paramétereket nem igazán hozza az én meglátásom, vagy az én gondolataim szerint. Ez egy olyan sportmotor, amit igazából a gyúk, szupergyúkoknak a felhasználásával egy-két paramétert figyelembe véve túrásítottak. Természetesen hosszabb távot is meg lehet vele tenni, például az ülése nagyon jól van formázva. Elől keskenyebb, hátul nagyon kényelmesen és egész jól helyet tudunk rajta foglalni, de nem azért nem fogsz akarni leszállni róla, mert kényelmesen ülsz rajta, hanem azért, mert a gyorsváltó, a motorblokk, a kipfogó, az egésznek a kialakítása és összhatása egy olyan egységet mutat, amivel más motornál nem nagyon találkozhatsz. Általában filmes idézetek jutnak az eszembe, egy becsületbeli ügyben van a végén, amikor a tárgyaláson Jack Nicholson és Tom Cruise-nak az összecsapása van, már a legvégén, és Jack Nicholson mondja, hogy letépem a fejedet és belehúgyozok a koponyádba. A KTM-nek a megjelenése, az egésznek a kialakítása, és ezért neveznek ezt a motort, ezt sugallja. Ezt próbálja elhitetni mindenkivel, aki csak találkozik vele, akár szembe az úton, akár menet közben, bármilyen szituációban is, hogy nem érdemes vele szórakozni. Nagyon oda kell rá figyelni, ha kicsit is értel hozzá, és helyén kezeled a dolgokat, akkor viszont nagyon, nagyon jól jöhet ki a dolog. Most nagyon őszinte leszek. Minden alkalommal, amikor motortesztet forgatunk, a stábstagok kérik, hogy kipróbálhassák az adott motort. Ebben semmi titok nincsen. Ezt ők mondták, hogy nem akarják kipróbálni. Teljesen érthető. A lényeg a lényeg. Kettőbe 120-nál szabályoz le, harmadikban. Láttam olyan embert, aki már hallott ilyesmiről. 180-nál. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!